A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Szép napot kívánok, 1989-et írunk. Ebben az évben tarol a Kaumától a Lambada című sláger. Az akkori fiatalság tele van tervekkel és vágyakkal a jövőjük kapcsán. Sokan dilemmáztak azon, hogy mit csináljanak az érettségi után. Kinek van állása, hogyha nem veszik fel a főiskolára vagy egyetemre? Hát nekem úgy néz ki, hogy majd itt ebben a közeli házba fogok dolgozni, a könyvtárba. Majd meglátjuk. Nem, nincsen. Nem tudom, mihez kezdek, hogyha nem sikerül a felvételim. Én sem tudom még. Még én sem tudom, mihez kezdek, hogyha nem vesznek föl, mert állásom nincs. De remélem, csak sikerül valamit. Vagy fölvesznek. Hát ennyi ember csak nem vesznek fel, ahányan érettségiztek. Tényleg. Neked mi a véleményed? Hát remélem, hogy fölvesznek, de hogyha még se vennének fel, akkor nem tudom, hova megyek. Könyvtárba vagy könyvesboltba. Szeretnék valahova elmenni, de azt tudom, hogy ott nagyon kevés a hely, úgyhogy nem tudom, talán valahogy sikerül szerezni egy állást egy évre, és utána újra megpróbálom. Hát őszintén szóval én sem tudom még, hogy mit fogok csinálni, szóval újat én sem tudok mondani. Hát az igazság, hogy én még abban reménykedem, hogy felvesznek, hogyha meg nem, akkor meg majd akkor elég lesz gondolkodni rajta, hogy hova menjek. Az a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha nem vesznek fel az egyetemre vagy főiskolára? Hát elmegyek dolgozni valahova. Gondolod, hogy ez ilyen egyszerű? Hát nem valószínű, hogy ilyen egyszerűt megpróbálok majd valami, de remélem, hogy felvesznek. Nem tudom még, hogy hova fogok menni. Hát én optimista vagyok, remélem, hogy felvesznek a főiskolára, de nem tudom, hogy hova fogok menni. Én is szeretném, ha felvennének, de valószínű akkor egy kórházba fog dolgozni, ha nem vesznek fel. Hát én valami nagyon jövedelmezőt szeretnék, mert nem biztos még ez a fényképésem. Hát úgy gondoltam, hogy nyáron Balatonra lemegyek felszolgálónak valahová, és utána még ez a jövő titka. Ez volt már a Napi Retro. Nem sokára ismét találkozunk, valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.